Közeledik a karácsony, és ebben az időszakban egyre gyakrabban, egyre rendszeresen betegszenek meg az emberek. Teszik ezt mindezt azért, mert olyan közegbe kell kerülniek, vagy várhatóan olyan, olyan közegbe kerülnek, amiket nem, amit nem szeretnek. Ez lehet a család, lehet egy olyan légkör, amit nem akarnak, vagy lehet egy olyan ember társága, akivel nem szeretnének találkozni, de ebben az időszakban rendre olyanokkal találkoznak, kell találkozniuk amit nem feltétlen szeretnének, de ezt ki nem jelentik, nem döntik el, hogy az ilyen emberekkel ők nem találkoznak, mert mégiscsak a család, vagy mégiscsak valami egyéb okból kell vele találkozni, és ez sajnos a testük sínli meg, az egészségük sínli meg. Tehát ebben az időszakban különösen figyeljünk oda, hogy csak olyan dolgokat tegyünk, olyat válasszunk, amit ténylegesen szeretünk, tehát az, azt választjuk magunk számára, ami jól esik nekünk, ami jó nekünk, és ne választunk olyat, ami rosszul esik, és nem tetszik nekünk. És ez ahol a család sem kivétel, vagy a karácsonyi ebédek, karácsonyi vacsorák sem kivételek, semmi sem kivétel, olyat választunk, ami számunkra megfelelő, és egészséget okoz nekünk, és nem pedig az egészségünk rovására megy.